Na hello, Nagy Kálmán Péter vagyok, újabb Conquest, újra mid, remélhetőleg most nem lesz szar csapatunk. Raijinnal fogunk menni, egy Dazsik, Xingtian, Cupid, Loki és egy Heboa ellen. A Heboa az a elég kellemetlen matchup nekem midben, feltételezem midben lesz, mert Loki, igen, Dazsik jungle, Loki solo, Cupid és Xing duo és Hebo mid. Oké. Okay. Hebo kb. A legop-abb, legoverpowered-ebb isten jelenleg a játékban, ezért ez bizonyára kellemes lesz. Úgy mondom. De, ja, megpróbálunk. Az biztos, hogy hogy Warlocks-szal kezdünk, pont azért, mert rengeteg életre lesz szükségünk Hebo ellen, és kettő életposönünk lesz, mert ja persze, nektem kettő meditation, miért nem shellt veszem? Szuper. Na, jó, gyorsan csekkoljuk le a skilljeit, hogy hülyességet nézzek, de ja, az egyesre fogunk kezdeni, ugye egyértelműen. Szokás szerint benyomunk egy ability-t ide a speed buffhoz, miatt elindulunk. Nincsen meg a voice pack, azt hittem megvan. Szóval, ja, Hebo az elég veszélyes. Ravana okos, ahogy látom, mert... mert nem, mégsem okos. Loki biztos, hogy proxizni fog. Oké, nem primade, ahogy látom, és nálunk sincsen primade. Szóval... jó, ahogy látom, nincs invéd. Szóval... na. Oké, okay. Mehetünk is midbe. Hebo most érkezik be. Jól elbasztott, barátom. Ez egy nagy win volt nekem a farm tekintetében. Szóval ennek örülünk. De menj már ki a lénemből, barátom. Na jó, na, out-cleareljük Hebo-t. Na, gyorsan felkapjuk a pirosunkat. Na, úgy néz ki, hogy jutunk is valamire. Hoppácska! Túléljük? Túl! Nagyon jó. Thanks.
dazsival kell vigyázni majd. De jó, ez egy jó kezdés most. Egyelőre. Megfogjuk itt a midcampeket. Ebből is OOM. Jó, gyorsan ezt a wave-et ezt leklíreljük, és le is lépünk. Veszünk cipőt. Multipotot és két wardot a Dazsi ellen. Na hát ez nagyon jól megy egyelőre ez a meccs. Hebo csak hármas, mi már négyesek vagyunk. Egyelőre nagyon szuperül haladunk. Neki 28, de ki majdnem mondjuk most jött a... Most clear-eli ki a wave-et. Na a Hebo 5-ös szintű lett, ami azt jelenti, hogy van ulti, ami viszont nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Gyorsan tegeljük be ezt a wave-et, és menjünk el a pirosunkért. Oké, mehetünk is. Na, Arakne ott is van. Szuper. Gyorsan elmegyünk a midcampeké. Ekért. Szuper. Tudom én mit akarsz csinálni. Oké, egy multipotot elnyomunk, és... Megfogtuk a izét. Jó, gyorsan ezt a wave-et leszedjük. És aztán megyünk is. Na. Így. Na végre wardolunk is. Figyelünk erre is. És mi kell nekünk? Szerintem ez. Főleg, hogyha... nem, legyen ez. És legyen Warlocks 2, és fogom meg egy multipotot, hogy manában is rendben legyünk. Oké, na hát határozottan Hebo előtt vagyunk. Gyorsan megfogjuk a pirosunkat, hogyha Freya el nem csorja. Jó, egy miniont sem veszítettem ezzel. Nagyon szuper. Na, szép volt. Szupi. Megfogjuk itt a midcampeket. Most midcampet.
rutine tudja elcsorni. A multipotot elnyomjuk, itt mana problémáim vannak már eléggé. Na, jól van ez. Egyelőre jól néz ki, Hebo, hogy Hebo ellen ilyen jól megyünk. A Dazsit nem tudom, hogy hol van, ami miatt egy kicsit szerintem baitálni próbálott a Hebo. De megfogjuk ezt a midcampet itt. Majdnem kinyírtuk Hebot, de legalább távozásra késztettük. Oké, gyorsan elmegyünk a pirosunkért, és aztán irány haza. Na, jól van, végre. Jól is megy. És mennyi kell még a... Ó, baszki. Még 100 mi. Hát akkor azt fogjuk csinálni, hogy kinyírunk egy vévet. Hibó, hogy a készen van már a cipővel. Jobb oldalon most úgy néz ki, hogy meghalnak. Kérdés, hogy tudunk-e valamit csinálni vele. Nem. Jó, megfogtuk ezt, és megyünk is vissza. Ja, ez egy rossz back volt, amit előbb csináltam, sajnos. De szerintem nem veszitek miniont. Nem. Oké, Arakne. Oké, a duónk az elég erősen kikap, ahogy látom. Most már igen ideje lenne kinyírni szaros Hibót. Fogjuk meg a pirosukat szerintem. Oké, tudjuk mit fogunk csinálni? Tudjuk mit fogunk csinálni. Zsír. Na, erről van szó. Végre egy jó meg. Szupi! Ez furcsa, hogy túléltük, de oké. Hibó mit build-el? Hibó az amúgy... Na, tudom, hogy nyomunk egy Bancroft-ot, hogy jó erősek legyünk. Pen nagyon nem kell. Egyetlen egy ember van, aki tankos, az a Xingtian. Szóval tőle nem félek most jelenleg. Hibó majd nagyon veszélyes lesz late game. Szóval az lenne a taktika, hogy így gyorsan... Így gyorsan megnyerjük ezt a meccset, és folyamatosan
kinyírjuk izét. Hebót többször is. Molesztáljuk Hebót. Na most itt észbe kaptak amúgy, hogy nem biztos, hogy engedni kéne engem. Ah, jó, az szép volt. Na, ez is szép volt. Még egyszer nem ultizott. Na, szuper! Megnyerjük ezeket a teamfightokat eléggé. És ez a lifesteal is segít, hogy... Tudom, mit akarsz csinálni. Tudom már, mi a terved, Hebóká, ismerlek. Amúgy Hebóval nem vagyok túl jó, ami furcsa, mert ő kb. Az egyik legerősebb karakter jelenleg a játékban. De ja, felkapjuk itt a midet. Oké, Hebóka jön vissza, szóval mi lelépünk, ez itt a... Itt az idő lelépni. Megesszük ezt a bankcardot, így lesz csomó lifestealing. És határozottan Beats lesz a második, veszünk még két wardot. Rendben legyünk, manával már rendben vagyunk, élettel szintén rendben vagyunk, szépek mennek fel a stackjeink. Ő csak 12 stacknél tart, mi már majdnem 50-nél. Szóval ez nagyon szupi ilyen szempontból. Na. Ah, faszom most. Szuper. Megfogjuk a másik midcampet is. Hol van Hebo? Látlak ám. Látom már, mit akarsz csinálni. Jó. Tizenháromas Hebo, én 15-ös. Attack
Piros. Oké, én vagyok. Lokival egy szinten vagyok. Most Loki kezd majd veszélyes lenni. Hamarosan. Szóval én vissza is megyek. Tudod, megkaphatja azt a midcampet, ha nagyon szeretné. Freya fogja szerintem majd... legyen egy izé. Legyen egy obsidian, de lehet, hogy Spear of the Magus-t kellett volna. Majd meglátjuk. Oké, Dazsi level 13, Hebbo level 14. Nem tudom, mit művel ez a... És most halok meg. Hát, ja. Fasza. Sok mindent nem tudtam volna kezdeni sajnos. Ezen ennél többet legalábbis. Na, jó, megvan mindenünk, ami kell. Menjünk. Hebbo, 2-1. Mikor nyit ki 2-t? Na, jó, egy kicsit agresszívabbak. Jó, az ultia. Az ultia ezzel... Tudom én, hogy látsz. Mit akarsz csinálni? Oké. Megpróbáljuk dodge-it begenkelni itt. Na. Zseniális. Double kill.
Oké. Okay. Na, Hebóka is meghalt. Na, szuper, kinyírtuk Dazsit. Szuper! Tökéletes. Loki is meghalt. Elveszik a speedjét Dazsinak, mit szólunk. Nem tudom, nagyon jó. Ha! Na, szuper. Szuper. Ott van egy Hebóa. Ez elég szar volt. Oké, ott egy Dazsi. Cupiddal kell vigyázni majd. Zseniális. Oké, kezd egyre veszélyesebb lenni ez az ellenség. Lifesteal. Jó, elmegyünk a pirosért, és aztán megyünk haza. Mit vegyünk? Én amúgy Soul Reaver-en gondolkodom, de az a kérdés, hogy van-e? Legyen Kronos Pendant. És egy kis cooldown reduction. Aztán pedig majd meglátjuk a maradékot. Szerintem egy Rod of Tahuti. Az jaj. Na, szuper, egy jó kis... Na, szuper, ez most elég jól megy ez a meccs.
Na, szuper. A leftet megszereztük, a ultink megint fent van. A speedjét na, speedjét elcsortam, szóval ez egy nagyon jó kis troll játék. Tudom, mit akarsz, Dazsi. Jó, hát ez egy nagyon szar ulti volt. De, ez van. A Hebóval kell vigyáznunk, hogyha őt kinyírtuk, akkor igazából szerintem a többi már rendben lesz. Tipikus Loki. Most értem, mit csinálni, ezt priszt pusolnia kéne. Simán megfoghatta volna a duós tornyunkat. És ez egy nagyon szép dolog volt. Ne. Na jó, igen, ez. Jó, legalább egy double killt azt lenyomtunk itt. Na. Hoppácska. Soul Reaver legyen, vagy Rod? Szerintem Rod. Ezeket upgrade-eljük. Fogunk egy Sentry-t. És ja. Jó, 9-2 az amúgy nagyon jól néz ki. Hebo 4-4, az nagyon szuper, hogy kioffoltuk. És Itiriát vett, ami... Azt jelenti, hogy élete lesz. Akkor viszont nem Rod lesz, hanem Soul Reaver. Mert a Soul Reaver az kb. Ugyanúgy működik, mint a Kins. Tehát plusz bónusz sebzést okoz. Az ellenfél élete alapján. Tehát ugye, mivel ő vett magának egy ítériát, ezért 200 plusz élete van. Ami azt jelenti, hogy a... izém is, a Soul Reaver-em is sokkal többet fog sebzeni. Ugye alapvetően Xingnek tök sok élete van, meg a Pestilence az is tök sok életet ad. Szóval... szóval jól néz ki. Van itt még valami, ami... valaki, aki... jó, ultim van. Super. Oké. Okay.
čuča. Most kinyíltam? Na azért jó, kinyíltam. Oké. Okay. Ez elég intenzív volt. Na, 11-3. És mit csinálsz? Mindenki meg van dögölve. Miért? Miért? Mit akarsz ott csinálni egyedül? Inkább itt védd be. Most a tier 2-es toronyért nem éri meg egy double killt szerezni. Oké, legalább a Firejoint nem kapták meg. Ez elég kellemetlen lett volna. Na, itt egy hebó valahol. Jó, ez egyelőre jó, gyorsan healerünk egyet, 17 másodperc múlva van ultim. Oké. Baszki. Hát, hogy ezt most vesztettük el. No.
meg tudják-e védeni a titánt? A bal főnix az biztos, hogy elmegy. Na. Jó, nyílják csak ki a főnixeket, az nem olyan nagy probléma most már. Úristen! Oké. Jó, hát ez egy nagyon jó meccs volt. 13-4, az nagyon szupi volt. Az a Fire Giant nem kellett volna a végén. De jaj, jaj, szép meccs volt. Na jó, köszi szépen a figyelmet. Legközelebb majd meglátjuk, hogy Mizu Bizu. Szerintem nekem ennyi.